Szevasztok! Épp nemzetközi Leventét nézek, azaz, hogy Szlovenszki Benjamin csatornáján van a Szlovenszki Levente videója, azaz, hogy épp itt van nemzetközi Levente Angliából haza, kevesebb mint 48 óra alatt. 36 perc, 23 másodpercet néztem eddig végig. Gyerekek, az a baj, hogy én szeretek témákat földobni, és az, hogy így feleslegesen videót csinálok, az unalmas lenne. Úgyhogy úgy vagyok vele, hogy most csinálok egy olyan videót, amiben elmondom a véleményemet adott hírekről. Ez a bepánikolás és ez a felesleges rágörcsölés arra, hogy most mi lesz ezzel az úgynevezett koronavírussal. Én nem tudom, boltokat megrohantok, azt hiszitek, hogy ez tök jó dolog, kifosztanak mindent, bepánikolnak. Magyarországon jobban rettegnek, mint ott, ahol ez az egész elkezdődött és létrejött, és még mindig terjed. Tehát ott azért jobban kéne pánikolniuk, de nem. És ott igazából pont ez az, hogy ott igazából majdnem, hogy összetartanak az emberek, és megpróbálják egymást is segíteni, és egymásnak esélyt, lehetőséget és energiát adni. Mondjuk ez az esély, lehetőség adás, ez miről szól. Esélyt adnak arra, hogy túléljék. Lehetőséget adnak arra, hogy megküzdjenek vele, hogy elfogadják azt, hogy segíteni kell rajtuk. Meg milyen érdekes, milyen hamar felépítettek egy kórházat. Ha jól tudom, 7 nap alatt építettek fel 1000 férőhelyes kórházat. Na de várjatok, oké, hogy 1000 férőhelyes kórház, ha jól tudom, ugye? Remélem, hogy jótól nem, akkor írjátok meg nekem kommentben, légy szíves. Lehet, hogy még sincs így, hogy 1000 férőhelyes. Lehet, hogy 10 000. Ha 10 000, akkor 10 000, mindegy. De ott azért, na mindegy, hát az ő magasságukhoz képest elég hamar megépítették, és szerintem az a kórház nem olyan óriási kórház, mint amik itt vannak, meg óriásinak, meg felhőkarcolók, meg Eiffel-tornyok, meg mindenféle. Várjál, mert azért, érted, be kell férjen a kezed ide, mert, na érted, felnyúlsz, nem vagyok balerina, mert nem a lábam, érted, hagyjad már magadat. És van ez az internet nélkül, 5 napig kibírod-e történet? Jó, koronavírus le van szarva. 5 napig kibírod-e internet nélkül? Ugye csináltak egy ilyen sorozatot, ilyen internet, várjál, internet 5 napig. Internet nélkül kibírnád-e 5 napig? Miért nem tudod beírni? Hát? Milyen öt internet nélkül? Milyen öt internet nélkül? Internet nélkül 5 napig. Ugye? Egy hétig ki kell bírnod. Ijesztő kis... Na, ijesztő. Ijesztő kísérlet lett. Ijesztő kísérlet lett 5 nap egy szobában, internet és elektromos eszközök nélkül. Hát nagyon sokan úgyonottan bepánikoltak. Ezek között 4 ember, és egy ember vitte véghez ezt a dolgot, már pedig nem más, mindjárt mondom nektek. A legeredetibb módszert a magány leküzdésért a blogger Lucy találta meg, ő filctollakat és papírt vitt magával a szobába. A kísérlet 5 napja alatt végig rajzokat készített, amikor éppen nem evett vagy aludt. Gyerekek, feltalálta magát azzal, hogy bevitt lapokat, és filceket, és színezett, és a gondolatait engedte szabadon, és rajzolt. És nem azzal törődött, hogy ő most internet, telefon, YouTube, Facebook, Instagram, TikTokot keresse, vagy kutassa, elfoglalta magát. Tehát a régi időkben nem volt az, hogy internet, meg áram, meg egyebek, meg csapi víz, meg fürdővíz, meg melegvíz, meg hidegvíz. Volt, ahol nem volt melegvíz, elmentek a falu jó nagyon végére, megnyitották a csapot, vagy ott volt egy nagy kút, belerakták a kis vödrüket, vagy bármit, és onnan hazáig cipelték azt a vödör vizet, amit kimertek, vagy éppenséggel a csapból szedtek. Tehát itt nagyon sokan nyomják ezt az internet nélkül, nem lehet, miért ne lehetne? Jó, beleszületnek emberek, és akkor ez nekik így tök jó. Gyerekek, 4 ember kibukik, és az 5. ember pedig zseniális módon megoldja, és ő filcet ragad, papírt ragad, és tud rajzolni, és a gondolatait szabadon tudja engedni, és tudja, hogy mit kell csinálnia. Gyerekek, nem értem, tehát az internet, az amúgy is, meg a YouTube, meg a mit tudom, az csak egy platformok, az csak egy olyan dolog, amivel le tudod magad foglalni, mondjuk azt,
De menj ki sétáljál, menj levegőzzél, a családoddal legyél, élvezd az életet. Egyél jó dolgok, egyél jókat, jó dolgokat ehetsz. Találj ki valami olyat, amihez nem kell YouTube, nem kell Instagram, nem kell Facebook, nem kell TikTok, nem kell Twitter, nem kellenek internetes platformok, internetes szolgáltatások, hanem csak te magad és a gondolataid. Találd fel azt, hogy hogyan tudsz úgy létezni, hogy nem kellenek ezek az elektromos dolgok. Értem én, hogy ilyen telefonod van, meg olyan telefonod van, de gondold át jól, hogy ennek van-e értelme, amit csinálnak nagyon sokan, mert annyira rá vagytok görcsölve az internetre, meg a telefonra, hogy hihetetlen. Igen, én is így vagyok vele, hogy nyomkodom a telefont. De én csak itthon a szobában nyomkodom a telefont, ha valahova elmegyek boltba, sétálni, csavarogni, bármerre, engem nem érdekel a telefon, fogom, lerakom itthon, kikapcsolom a wifi-t, ha kell, akkor még a telefont is lenémítom, kikapcsolom, a gépet se kapcsolom be, de valamikor leülök, igen, elolvasok egy-két dolgot, megnézem. De én azért a nap 24 órájában nagyon keveset használom a netet, mondjuk ahhoz használom a netet, hogy olvasok híreket, zenét hallgassak, filmet nézek, videót nézek, ennyi. De én nem ragadok meg ennél, hanem elég volt, jó, most elmegyek és sétálok. Ha jó idő van, sétálok, ha rossz idő van, benn maradok, de akkor sem mindig a net, hanem kitalálom, hogy most mi legyen, valami filmet kéne néznem, és akkor oké, kell a net hozzá, hogy megkeresd a filmet, akkor keresek filmet, letöltöm, és ha úgy érzem, hogy most van kedvem filmezni, mert most nincs kedvem Facebookozni, Instagramozni, YouTubeozni, visszaírni embereknek itt-ott, meg ha valaki bejelöl visszaigazolni, meg hülye kérdésekre válaszolni, akkor filmet nézek, vagy fogom ezt a poharat, amit látjátok, lájkos poharat, iszogatom a kis kólámat, itt a kóla, érted, nem szórakozol, itt van, veszel egy üveg kólát, mondjuk itt még van két üveg kóla, vagy veszel valami kis kaját, eszegetsz, és el vagy is elszórakoztatod magad. Vagy mondjuk videót készítesz, vagy rajzolsz, vagy festesz. Mondjuk az tök jó dolog, hogy festesz például. De nem, az internet az teljesen magával vonza az embert. Hát körülbelül én mikor kaptam az első számítógépemet? 2003, 2004, 2005, talán ez az év szám lehet az, amikor én a számítógépet kaptam. Emlékszem rá, jöttek értem az iskolába, és mondták, hogy gyere haza, mert nagyon nagy ajándékot fogsz kapni. És így ajándékot, én mit? Egy kis autót, vagy egy biciklit, vagy egy labdát? Eszem ágában nem volt, hogy én számítógépet mondjak, mert nem is foglalkoztam. De ismertem a számítógépet, mert iskolában is számítógépeztünk, de nem foglalkoztam, mert el voltam én mindig is. És hazamentem, és akkor ott ültek, ott volt egy monitor, gép, és akkor gyere, ülj le, megmutatjuk, hogyan kell csézni egyebek, és csak így ültem ott, és így néztem, álmodtam, hogy micsoda. Nem tudtam, mi az, hogy internet, mert akkoriban nem foglalkoztam, ez egy internet. El voltam a gép előtt, nem mindig ültem, én mindig mászkáltam, jöttem, mentem a városba, a kirakatokat néha-néha megnéztem, leültem a padra, elgondolkodtam, néztem az embereket, ahogy jönnek, mennek, sétálnak, és nem azon görcsöltem, hogy internet. Én nem tudtam, mi az, hogy internet, nem tudtam, mi az, hogy YouTube, Facebook, Instagram, MyVip, Twitter, TikTok, meg mit tudom én még, milyen platformok vannak, ezt az egész internet történetet nem tudtam. A gépeket ismertem, mint számítógépet, de én el voltam, én sétálgattam, elmentem, fociztam, elmentem, futottam, fáramáztam, almát szedtem, mit tudom én, szilvát szedtem, vagy valamit, vagy barackot szedtem, vagy valami, elfoglaltam magam. Vagy volt a biciklim, felültem a biciklire, és elmentem valahova, ahol tudom, hogy jól érezhetem magam. És így élveztem azt, hogy szabad vagyok, bicikliztem is egyébként. Vagy pedig fogtál egy üveget, beleraktad a bicikli hátsó kerekeihez, tudod, oda, és úgy csináltál, mint hogy egy motorral mennél, brum, érted? És ennyi. Nem foglalkoztam ilyen egy internet, meg Facebook, meg egyébként. Hogyha ilyen lehetőségem adódna, hogy én egy ilyen műsorban szerepeljek, ahol 5 napig ki kellene bírni internet és mindenféle elektromosság nélkül, simán kibírnám. És lehet, hogy csak egy szobában kéne lennem, de kibírnám. Azt, hogy hogy bírnám ki és miért bírnám ki, azt nem akarom elárulni, de szerintem rájöhettek abból, hogy mondjuk úgyse fogtok rájönni szerintem, de rájöhettek abból, hogy
valójában én mivel is tudnám eljutni az időt. Nem biztos, hogy rajzolnék, mert mondjuk rajzolni nem tudok, de lehet, hogy rajzolnék. Mi a macska köves minden fene izéje van? Ez hogy került ide? Trianon, 100 évfordulójának, évfordulóján, Erdélyben megszűnt a Jobbik, folytatódik a kilépési hullám. Jó van, amúgy nem tudom, mit keres itt az ijesztő kísérlet 5 nap alatt, de kíváncsi lennék, hogy ti tudnátok-e teljesíteni 5, azaz 1 hét alatt ezt a kihívást. Tudnátok teljesíteni őszintén? Ugye, hogy nem? Na, ugye, képtelenek lennétek rá. Vagy lehet, hogy nem? Döntsétek el ti magatok. Gyerekek, azért vagyunk be őszintén, hogy mindenki ma már telefon, Facebook, Instagram, fotózkodjunk, posztoljuk ki a kaját, posztoljuk ki, hogy jaj, épp ittam egy kis boroskólát, vagy épp ittam egy kis gymbint, vagy lájkos poharam, vagy posztoljuk ki, hogy jaj, a kutyuskám, jaj, a macskám, meg gyerekek, a lájkok éltetik az embereket. Elnéztem a múltkor is, amikor elvoltam, csavarogtam, sétáltam. Fiatalok, fiatal fiúk, lányok, lent vannak mondjuk bárhol, akárhol, és a telefon. Fotózkodnak, pózolnak, és ennyi. Erről szól az élet, és így gondolkodtam, hogy tényleg erről szól az életük. Hogy fotózkodás, meg pózolás, meg lájkok, meg hogy bebizonyítsd a világnak, az embereknek, hogy te milyen jól nézel ki, milyen sokat kerestél, milyen kaját ettél, milyen ruhát vettél, milyen cipőt vettél, Nike, Adidas, sarokra állj ki, ilyen, olyan, amolyan. Tehát miért van ez, hogy az emberek meg akarják mutatni más embereknek, hogy mennyi mindent tudnak csinálni úgy, hogy csak pózolnak, vagy fotózzák a kaját. Könyörgöm, tehát bemész egy étterembe, és megrendelsz egy ételt, és az az első, hogy lefotózol a kaját. Gyerekek, én ezt teszem, puf. Gyerekek, én ezt ittam, puf. Gyerekek, én ezt láttam, puf. Gyerekek, én ilyen ruhát hordok, puf. Tehát a ruha teszi az embert, a kaja teszi az embert, a like teszi az embert. Tehát akkor megszületsz, esélyt kapsz arra, hogy élj. Felnevelnek szeretetben, boldogságban, erőben, egészségben, megtanulsz dolgokat az iskolában, de sajnos vannak, akik elkallódnak, na mindegy. Ebben most ne menjünk bele. Aztán mi van? Jó útra kell térned, mert azt akarják, hogy jó legyél, jó lelkű legyél. Ebbe is bele lehetne menni. Nagyon sok oldala van annak, hogy jó leszel, rossz leszel. De mindegy, elhúzzuk a szalonnát, mert elszakod a madzag. Horthy Miklós! Na, gyerekek, én nem tudom, 5 nap, hát 5 nap internet nélkül. Hát az sima kihívás. A Bartos. Ha megenni az 5 napot. Hétfőtől péntekig. Igen, mert az 5 nap. Szombat, vasárnap az nem tudod. Mert akkor már 7 nap lenne. Vágod? De amúgy 7 napot kéne kibírod, akkor 7 napot bír ki. Ugye? Nem ugye. Mikortól bírjuk ki? 24 órát nem fogna szerintem sok ember kibírni internet nélkül. Mert bele születik abba, hogy internet, meg elektromos kütyük, meg elektromos tollen, elektromos bicikli, elektromos motor, elektromos kapuk, elektromos vécék, elektromos nyomtató, elektromos pecsét, elektromos kéz, elektromos láb. Jó, ezeket nem azért mondtam, hogy megsértsek bárkit, de gyerekek, nem látod a fától az erdőt, akkor... Na. Ha nem látod a fától az erdőt, akkor vágd ki a fát. Így van? Ennyi. Na de mindegy. Hát gyerekek, én nem tudom, ez a koronavírus, ez meg borzalmas. Be vagytok pánikolva, hogy jaj, most mi lesz, azt felvásárolnak mindent. Ott hagyják az összes vagyonukat, felveszi a nem tudom milyen kölcsönöket. Nem azért aggódik, hogy mit, hogy tudja visszafizetni a kölcsön, hanem hogy jaj, mi lesz, ha elkapja a koronavírust. Akkor ő nem megy ki 2 hétig, meg 1 hétig, meg 3 hétig, és akkor dolgozni kimegy. Miért a munkahelyen nem fogod ugyanazt a kilincset meg 25-ször vagy 100-szor a napi 24 órádban, vagy a 20 év alatt nem fogod meg ugyanazt a kilincset, és nem kapod el a betegséget a társaidtól. Tehát én nem értem. Főleg most már vannak ezek a fotócellás ajtók. Meg ott van, bemész egy üzletbe, megfogod a kosarat, megfogod a bevásárlókocsit. Előtte több millió ember megfogta a bevásárlókocsit, a bevásárlók is
táskát, vagy bármit, tehát én nem értem, és ettől paráznak. Miért nem kaphatod el bár, hogy nem trüsszent rád valaki, hogy ott trüsszentesz, nem adod át másnak, hogy kezet fogsz, honnan tudod? Tehát, gyerekek, aj. És akkor valaki látás, akkor már mindjárt izé, koronavírusos, meg jaj, már akkor karantén, meg hogy a bódi gusztiékat is karanténba zárták, meg hogy jaj, izé, gyerekek, itt megy a felesleges felbojdulás, a felesleges pánikkeltés, a tévében is olyanokat mondanak, hogy csak így néz egy, hát ezt a lovat nem akartunk, de hogy a ló túloldalára estek, leesvesett többet nem kerestek, semmit. Én egyszerűen nem értem, hogy miért van ez. A pánikkeltés az, tudnálatok menni. Én nem tudom, hogy milyen világ ez. Internet nélkül 5 napig nem fogja kibírni szerintem senki. De lehet, hogy valaki kibírja, nem biztos. Na jó, mindegy, gyerekek, nem tudom, hogy miért, de úgy vagyok vele, hogy én elmondtam, amit elmondtam, vigyázzatok magatokra, aztán majd jelentkezem még videóval valamikor. Szeretlek benneteket, a jó Isten áldjon meg mindenkit, legyetek erősek, legyetek szerencsések, legyetek boldogok, és a koronavírusra pedig ne foglalkozzatok. Alapítva 1998. szeptember 4. Google LLC, amerikai tőzsdén bejegyzett részvénytársaság, amit eredetileg zárt körülön működő társaságként alapítottak 1998-ban. És aminek a nevéhez fűződik a Google keresőmotor kifejezése, és az üzletel, tudjátok, a hantaboly. Tudjátok, ki volt? Jim Carrey. Na, mindegy, ajánlom nektek, hogy vigyázzatok magatokra. Netflix, Google Play, Twitter, Instagram. Engedd el az internetet 5 napig. Tudjátok, hogy 5 nap, az kevés. Legyen 2 hét. Sziasztok!